Akár ilyen közelről is nézhetjük a méhecske hotelt és lakóit. A körülöttünk lévő méhek és darazsak 90%-a ugyanis magányosan élő és nem támadékony. Bár mindenütt ott vannak, ahol virágokat találnak, mégis folyamatosan csökken az egyed számuk. A védelmük és a szaporodásuk érdekében a lakosságnak érdemes úgynevezett méhecske hoteleket kihelyezni, akár az erkélyekre is. Ezek az állatok keskeny járatokban szaporodnak, és hogyha fogunk mondjuk egy tűzifa kuglit, ami nincs még felhasogatva, vagy egy gerenda maradékot, és ebbe fúrunk 8-10 mm átmérőjű lyukat, illetve 2 mm-től fölfelé 2 mm-enként lyukakat, és ezt kitesszük esőtől védett erkélybeugróba, tornácra, ablakbeugróba, lehetőleg úgy, hogy a nap egy részében oda süssön a nap is, akkor ezek az állatok be fognak költözni. Később pedig néhány száz méter sugarú körben a környék virágait és gyümölcsfáit is be fogják porozni. Európában közel 2000 beporzófaj él, többségük a méhek közül kerül ki. Magyarországon is több mint 700, többségében magányosan élő méhfaj fordul elő. A rovarvilág azonban globálisan óriási krízist él át. A nagyüzemi mezőgazdaság által használt kemikáliák és a természetes élőhelyek csökkenése jelentősen megtizedelte a méhek számát. A nyugati világban a rovarállományok összeomlóban vannak. Egy 2017. októberében megjelent tanulmány szerint Németország védett területein több mint 75%-kal csökkent a repülő rovarok száma. Hogyha eltűnnek a méhek, akkor az emberiség is kihalt. Talán nem ennyire szélsőséges a dolog, de az biztos, hogy nagyon nagy bajban lennénk. És gondoljunk bele, hogy az európai kultúrnövények 84%-a rovarbeporzású, és világviszonylatban a 100 leggyakoribb kultúrnövény 70%-a állati főként rovarbeporzású. Tehát nem volt még a történelmünkben olyan időszak, amikor ez nagy területeken, tehát akár kontinentális szinten megszűnt volna ez a fajta ökoszisztéma szolgáltatás. A méhecske hotel világviszonylatban is azon kevés eszközök egyike, amellyel a lakosság is hozzájárulhat egy fenyegetett állatcsoport megmaradásához, szaporodásához. Fontos tudni, hogy ezekbe a furatokban nem tudnak beköltözni a támadékony, fájdalmas szúrásokkal védekező családokban élő méh- és darásfajok.